Magyarországon több mint tíz éve zéró tolerancia van érvényben az utakon. Ez azt jelenti, hogy semennyi alkoholt nem szabad inni vezetés előtt, ellenkező esetben 100 ezer forint bírságra, a jogosítvány elvesztésére és akár börtönbüntetései számíthatunk a szintől függően. A borászok nem értenek egyet a teljes tiltással, mivel nem minden városban tudnak hazajutni az emberek tömegközlekedéssel a szórakozó helyekről, ez különösen vidéken okoz problémát, fogalmazott Légli Otto, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke. Ez pedig nem segíti a vendéglátó helyeken történő borfogyasztást, szerinte. A borászok szerint ráadásul most különösen nagy szükségük lenne a szabályok változtatására, mert a borászatok nehéz helyzetben vannak a járványhelyzet okozta piaci visszaesés és a várható recesszió miatt. 60-80 százalékos visszaeséssel számoltak tavasszal. Tele vannak a pincék borral, a gazdák nem nagyon tudják azt eladni, és ha ezen a szabályon enyhítenének, annak a szakmai tanács szerint jelentős fogyasztás ösztönző hatása lenne. Mészáros Pál Borász egyetért ezzel úgy el kellene törölni a zéró toleranciát. Nagyon kéne ennyit tenni én a szigorú rendszeren, mert azokat, akik betartják, és hát innának egy decibort, azokat büntetik, és azokat kéne büntetni, akik többet isznak, és tényleg, hát italosan ülnek a volán mellé, és úgy okoznak balesetet. Mert régen is volt aratópálinka, és fenték a kaszát, és nem voltak újtalan kaszások. Tehát nem vágták el a kezüket még egy fél deci pálinkától Takler Ferenc Borász azonban úgy véli kedvező badozással és egyéb kedvezményekkel lehetne segíteni az ágazatot. Nem egy olyan szabály enyhítésével, aminek a feloldása beláthatatlan következményekkel járna. Én, mint Borász, aki örülne ennek, ha eltörölnék, nem merem azt mondani, hogy igenis töröljék el, mert nem tudom, nem tudok számolni a következményekkel, és azt gondolom, hogy, hogy vannak sokkal fontosabb pontok ennél, amelyek a borkultúrát kirángatnák a kátyúból, inkább én azokkal foglalkoznék. Az Európai Közlekedés Biztonsági Tanács nem enyhítene, hanem épp szigorítana a szabályokon az Európai Unióban. Azt javasolják, hogy 2020-ban vezessék be a zéró toleranciát az Unió teljes területén. Az ittas vezetés szabályozása ugyanis jelenleg országonként eltér.